Kedves nézőink, az elmúlt héten szerdán két pedagógus napi ünnepség is zajlott városunkban, most ezekről láthatnak egy összeállítást. A Város Pedagógus Napi Ünnepségének a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont konferencia terme adott otthont az elmúlt héten szerdán. A megjelenteket dr. Horváth József alpolgármester köszöntötte. Tisztelt pedagógusok, kedves megjelentek! Június első napja a nyár kezdete. A meteorológiai nyári, amely augusztus 31-ig tart, mindenki várja ezt a három hónapot, hiszen a Föld északi féltekén, ahol mi is élünk, ekkor van a legmelegebb. A szabadságok, a pihenés, a családok és a barátok közötti több együtt töltött idő a kikapcsolódás időszaka ez. Június első vasárnapja azonban imáron 63 éve a pedagógus nap. Ezen a napon megállunk egy pillanatra, és emlékezünk az óvónénikre, a tanítónénikre, tanárainkra. Ajkán a 90-es évek második felétől köszöntjük a pedagógusainkat hivatalosan. Biztosan mindenkinek akad néhány olyan pedagógus, szakember az életében, akire még sok év után is meleg szívvel emlékezünk, aki meghatározó volt életében. Az iskola után elkezdődik a nagybetűs élet, a sors kit ide, kit oda visz, más-más úton halad, de ha találkozunk, az emlékek, az óvoda, az iskolai életből mindig előjönnek. Az apró részletek talán nem, de óvónéni és tanítónéni emléke azonban kitörölhetetlen marad. Az ünnep mára sokat veszített hivatalos jellegéből, intézményi szinten elsősorban a gyerekek köszöntik tanáraikat. Nem egy hangos ünnep ma, de nem is kell, hogy az legyen, de jó lehetőség arra, hogy a gyermek és a szülei megköszönje az óvónénének, tanárainak, hogy annyit dolgozott értük. A pedagógusok nem csak a tudást adják át, hanem nevelnek is, és igyekeznek megmutatni a helyes utat a mindennapokban. Ez a munka nagyon sokszor azonnali sikerrel is kecsegtet, de ennek a munkának a valódi hasznát csak évtizedek múlva láthatjuk. Tisztelt pedagógusok! Abban a kis világban, amelyben önök a szakmájukat gyakorolják és a hivatásuknak élnek, nem javulnak, hanem inkább egyre nőnek a nehézségek. Álláspontunk szerint a magyar oktatáspolitikában nem jó folyamatok zajlanak. Az iskolákat az önkormányzatoktól elvették, de a működést nálunk hagyták. Az alapítványi iskolák is nehéz helyzetben kerültek. Az iskolák egy része az egyházi fenntartást választotta. Finnországban az oktatás színvonala az európai és a nemzetközi élmezőnyhöz tartozik. Rovaniemi testvérvárosunkban csodálkozva nézték, hogy a magyar önkormányzatoktól elvették az iskoláikat, hiszen náluk az iskola önkormányzati feladat. Magyarországon létrehoztak egy mamut szervezetet, a Kliket, de a megfelelő pénzeszközöket nem rendelték mellé. A pedagógus érdekképviseletek szerint milliárdos adósságot görgetnek maguk előtt, és az idei évi pedagógus napi ünnepségre is csak egy oklevélre futottam. A probléma azonban megmaradt, az iskolák államosítása megtörtént, most a pedagógusok államosításán a sor. Például kötelező a pedagóguskar, iskolarendőr, etikai kódex, felügyeleti eszközök megvonása, új felügyeleti rendszer, nem tudni, ki milyen kiváltság miatt került a pedagógusok nyakába. A pedagógus társadalmat is megosztották. Cél az oktatási rendszer újragondolása és a finanszírozásának a megoldása lenne. Az oktatáspolitika ezen visszásságai ellenére is Ajka város önkormányzata igyekszik örömtelivé tenni a pedagógus napot. Köszönetüket fejezzük ki az összes lelkiismeretes és tisztességes óvodapedagógusnak, az ajkai iskolák tanárainak, akikre a gyermekeinket bíztuk. A tanításhoz, neveléshez nagy kitartás és optimizmus is kell. Kívánom, hogy optimizmusuk a pályájuk során ne hagyja el, őrizzék meg őszinteségüket, odaadásukat, lelkesedésüket. Amit önök csinálnak, azt érdemes csinálni, és azt érdemes jól csinálni. A köszöntő után dr. Horváth József és Utasi István, az Önkormányzat Oktatási, Sport és Művelődési Bizottságának elnöke adta át a hagyományos pedagógus napi elismeréseket. Ajka város önkormányzata pedagógus nap alkalmából kiváló pedagógusi munkájáért elismerésben részesítette az Ajka városi óvoda pedagógusai közül Bartáni Senek Katalint, Kovács Imrénét, Kovácsné Marton Líviát, valamint Török Lászlónét.
A Regenbogen német nemzetiségi óvodából Vukán Rita tevékenységét ismerte el az önkormányzat. A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola elismerésben részesülő pedagógusa ebben az évben Ertlinné Móroca Mária volt. Az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium pedagógusai közül Berec Otélia és Turbán László részesült elismerésben. Holzingerné Gersei Katalin és Mitli Éva pedagógus szolgálati emlékérmet vehetett át a rendezvényen. A pedagógus szolgálati emlékérem az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozható egyik szakmai elismerés. Azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása nevelése érdekében tevékenykedtek és kiemelkedő munkát végeztek. Ajkaváros önkormányzatának képviselő testülete Holzingerné Gersei Katalin óvónő részére az óvoda pedagógusi pályán eltöltött 40 év elhivatott példaértékű és kimagasló színvonalú nevelő munkájának elismeréseként oktatásért, nevelésért díszoklevél kitüntetést adományozott. Ezt ugyancsak a pedagógus napi ünnepségen adták át. Az önkormányzat azzal a céllal alapította ezt a kitüntetést, hogy méltó elismerésben részesítse azokat a személyeket és közösségeket, akik kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai és diákotthoni oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás és felzárkóztatás területén, illetve magasfokú pedagógiai, szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű, hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában. Paksa Rudolfnak is átadtak egy kitüntetést a rendezvényen. A sportért díszoklevél kitüntetéssel az önkormányzat azokat a személyeket és közösségeket kívánja elismerésben részesíteni, akik a város érdekében kifejtett kiemelkedő sportmunkájukért vagy nemzetközi sportteljesítményükért példaként állíthatóak a város közössége elé. A kitüntetést Paksa Rudolf sakmester részére a város érdekében kifejtett sportmunkájáért és kimagasló sportteljesítménye elismeréseként ítélte oda a képviselőtestület. Az elismerések átadása után a Pannon Várszínház három művésze, Kovács Ágnes Magdolna, Kis T. István és Szente Árpád Csaba mutatott be az alkalomhoz illő színvonalas műsort. A városi ünnepséggel szinte azonos időpontban a Klebersberg intézmény fenntartó társulás külön pedagógus napi ünnepséget tartott a Fekete-Vörös Marti iskola aulájában. A megjelenteket a tankerület vezetője Fülöp Bornemisza Szilvia köszöntötte, aki kiemelte, hogy az ajkai iskolák diákjai figyelemre méltó eredményeket érnek el tanulmányi és sportversenyeken. Megjegyezte, hogy a városban egyaránt működik állami, alapítványi és egyházi oktatási intézmény, és fontosnak tartotta, hogy a tudás legyen mindenki számára érték, a pedagógusok pedig legyenek a társadalom megbecsült tagjai. Fenyvesi Zoltán, a Veszprém megyei közgyűlés alelnöke beszédében gyémánt csiszolónak, magvetőnek, csendes esőnek nevezte a pedagógusokat. Mint mondta, az eső táplálja a magvakat, amelyek megszívják magukat az éltető vízzel, hogy később akár asszályban is életképesek maradjanak. Kiemelte, a jó oktatókat nem nélkülözheti egy társadalom sem. A rendezvényen jelenlévő Cunyiné Bertalan Judit köznevelési államtitkár sikeresnek nevezte a társulások működését, majd kijelentette, hogy uniós források felhasználásával is támogatni kívánják az oktatást. A mai pedagógusoknak számos olyan feladatnak is meg kell felelniük, amelyről még egy évtizede sem tanulhattak a főiskolán. Ma már senki sem lehet sikeres, megfelelő informatikai tudás nélkül. A pedagógusokat segíteni kell annak megszerzésében, hiszen meg kell tanítaniuk a gyerekeknek az információ áradatban való eligazodást, a hasznos, haszontalan és káros információk megkülönböztetését. Az óvodapedagógusok és pedagógusok a gyermekek révén számos olyan családi és személyes problémával találkoznak, amelyet kezelniük kell. Az államtitkár szólt az oktatás esélyegyenlőséget teremtő, hátrányokat mérsékelő hatásáról, valamint a 3 éves korban történő óvodakezdés előnyeiről.
A Klebelsberg intézmény fenntartó társulás elismeréseit Cunyiné Bertala Judit és Fülöp Bornemisza Szilvia adták át a kiválasztott pedagógusoknak. A Borsos iskolából Üvegesné Szukics Márta és Ásványi János munkáját díjazták. A Bródi gimnáziumból Liska Bálintnak adtak át elismerést. A zeneiskola tanárai közül Kisné Lacai Ágnes részesült elismerésben. A Fekete-Vörös Marti iskolából Cserháti Csilla, Kovács Ágnes, valamint Polgár Judit munkáját kívánták ünnepélyes keretek között megköszönni. A Lasober Mária német nemzetiségi nyelvoktató iskola pedagógusai közül Ramasz Vanda részesült elismerésben. A Molnár Gábor iskolából Ságiné Léki Jolán, és Szabó Istvánné tevékenységét emelték ki. A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskolából Valackai Judit vehetett át elismerést.